Sziasztok, rossz csontok, itt egy Hermit Hun. És egyetlen feelingért indítottam most ezt a videót, ugyanis gyerekek, felbontok egy S9 plusz Samsung Galaxy-t. A felbontás élmény. Annyi videót láthatatok már, majd kiteszem ide is a videóra technikai részleteket, hogy 64 giga ROM, meg mit tudom én, mindent fogtok tudni róla, de a lényeg az, hogy megnézem, hogy a kamera hogy működik, tökéletesen felvett. Akkor most nézzük a kibontást. Tehát szép, új, bontatlan, mindegyik kamerába mutatom. Csodálatos S9 Plus. Et voilà, mesdames et messieurs. Tehát akkor bontsuk ki, hol kezdjük. A fene tudja, hol kell egy új telefon. Sok új telefon nem bontok ki, de hihetetlenül élvezem, mondjuk itt elkezdem. Megtudtam, European SIM card only. Jól van, ezt megdumáltuk. Oké, és ezt így meghúzom, akkor már a nylon el is kezdi magát, kedves nézőink. Huaj, de izgalmas, amikor egy új tárgyat bontasz ki. Nincs is annál nagyobb élvezet, szerintem. Bár a nylon nehezen adja meg magát, de túl leszünk rajta. És már le is szedtük. Azt mondják, a nylon eltávolítása a legnagyobb élvezet. Itt lesz a doboz, dobozban a doboz, Matyóska. És akkor itt van a kinyitható rész, és innen fog nyílni, mint ahogy minden telefon általában, most már ilyen kinyitható. Na és akkor itt van Samsung Galaxy S9, természetesen itt láthatjátok a SIM-kártya kiszedőt, dokumentáció, nem hiszem, hogy ezt valaki elolvassa, de kedves egészségére, ha unatkozik, vagy ha túl akarja biztosítani, illetve bebiztosítani magát. Ezen kívül igye itt a gyönyörű telefon, ezt majd később nézzük, mi van benne. Egy mikro, illetve bocsánat, egy USB-C és USB, gondolom 3.0 átalakító, bár nincs ráírva, de tehát USB-C-ről alakít át normál USB-re. Ez gyönyörű. Aztán egy USB-C, talán mikro USB átalakítót találunk még. Ez egy nagyon nagy ajándék, illetve a normál töltőfej, méghozzá 2 amper, 5 volton 2 ampert ad le. Tehát ez is a doboz része, valamint van még benne, ugye kell lenni benne gondolom én töltőkábelnek is, USB-C kábelnek. Bocsánat, hogy fölhalmoztam, és egy fülest is találunk benne, ha jól sejtem, ez a normál AKG füles, tehát nincs új a nap alatt, illetve a füleshez találunk még pót gumikat. Jó, tehát ez az, ami benne volt. Ezek nem is olyan fontosak már abból a szempontból, hogy ezekre számítottunk is. Na, és akkor, hogyha ezt így mind kicsomagoltuk, ezt most nem próbálom visszacsomagolni, mert az legalább fél óra lenne. Nézzük magát a telefonákat. Gyönyörű, ekkor is kiejtem, ezt lehetőséggel nem látta a gazdája. Hátulján van egy fólia, én ezt lesem, veszem, majd levegyük. Figyelj, szerintem a gazdája nem fog megharagudni. Jól bent van a képben, igen. És azt mondom, hogy fólia lehúzás, egyszerre próbálom a két kamerának. Rohadt nehéz. Tehát fólia lent. Ez ugye nem volt egy nagy kulcs, figyelj, és az első fólia. Első fólia. Hát nem túl nagy a fény, de inkább innen adom. Fóliák lent, ugye ezek a csak a védő fóliák, ugye azon kívül még gyári fólia természetesen van rajta, és dual SIM-es, mert 2 IMEI kódja van. Ebből biztosan tudhatjuk. És megpróbáljuk akkor bekapcsolni, hogy van-e benne annyi kraft, hogy kapcsolódjon Samsung S9 Plus, és kapcsolódik befelé. Na most, ígérem, hogy közben ki fogok írni minden tudományos tartalmat, illetve technikai adatot, akit még érdekel, de alapvetően egy igazán unboxing videó lett volna, tehát arról szólt az egész, hogy kibontsuk, mert szerintem kibontani nagyon nagy élvezet. Starting Android. Innen kezdve pontosan ugyanaz, mint a világ összes androidos telefonja. Innen már újat nem mondok. Köszönöm, hogy megnéztetek. Csövás, csöpacsi, sziasztok!